Három kórházzal kötött együttműködési megállapodást a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi nyilvántartó parancsnokság, második katonai igazgatási központja, köztük a Borsodabói Zemplén megyei egyetemi és oktatókórházzal. A kelet-magyarországi hatáskörrel rendelkező központoknak, illetve parancsnokságoknak vannak olyan feladatai, amelyek a különleges jogrendre, azaz amelyek a háborús vagy háború veszélyével kapcsolatos időszakokra való felkészülést szolgálják. Vanyúr Tibor ezredes szerint ugyanis Magyarországnak fel kell készülnie a hat kötelezettségre. Ugye azt tudják sokan, hogy ebben az időszakokban Magyarországon újra bevezetheti, vagy ott esetben be kell vezetni a hat kötelezettséget. Újra alkalmazni kell a gazdaságanyagi szolgáltatási kötelezettségek rendszerét. Tehát erre készülünk fel. Ebben kiemelt együttműködő partnereink a kórházak, hiszen a jogszabályok alapján, amennyiben végre kell hajtanunk sorozást, egészségügyi alkalmasság megalapítását a hatköteles fiataloknak, ebben ők közreműködnek orvosokkal, egészségügyi személyzettel. Ezt szolgálja, ezekre a feladatokra történő felkészülést, és adott esetben ezeket a feladatoknak a végrehajtását, ezek az együttműködési megállapodások. Az ENSZ október 1-jét az idősek világnapjává nyilvánította. Ezen a jeles napon a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi nyilvántartó parancsnokság 4. katonai igazgatási és érdekvédelmi irodája hagyományteremtő jelleggel először szervezte meg a katonai udvar elnevezésű rendezvényét. Ennek keretében a katonák megemlékeztek az idős korosztályról, akik küldetésbeli munkásságukat befejezve átadták a jelképes stafétabotot a fiatalabb nemzedéknek. A honvédek fontosnak tartják, hogy a Borsodabói Zemplén megyében szolgálatot teljesítő nyugállományú katonák és egykori kieges dolgozók törődést, figyelmet kapjanak azoktól a szervezetektől, amelyeknek évtizedeken keresztül önzetlenül szolgáltak egy egész életet, életpályát maguk mögött hagyva.